tisztelettel és szeretettel köszöntöm Püspök atyát, excellenciás uram, azt hiszem, hogy ez egy fontos pillanat volt november 4-én az életében, hiszen aki valaha is járt Erdélyben, illetve az egykori Nagy Magyarország területén, különös tisztelet övezi Bethlen Gábort, és nem csak a történelem kedvelők, hanem általában azon magyarok iránt, akik hisznek a magyarságban. És hát a Bethlen Gábor alapítványa a 80-as évektől nagyon sokat tesz azért, hogy ez az emlék ne halványuljon el, és pontosan ezért rendkívül rangos ez az elismerés, a Bethlen Gábor díj, amelyet ön vehetett át. Még egyszer gratulálok mindannyiunk nevében. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy miként fogadta az értesítést. A Bethlen Gábor alapítvány működését természetesen ismertem. Azok közül, akik elismerést kaptak, vagy a kuratóriumban dolgoztak, azok közül többel személyes kapcsolatom is van. Nagyon nagyra becsültem és nagyra értékeltem ezt az alapítványt és az általuk kezelt díjat. És amikor kaptam az értesítést, először azt gondoltam, hogy lehet, hogy ez egy tévedés, talán nem is egészen így van, hogy a titkárnak visszajeleztem, hogy akkor ez egészen biztos, és ezt így kell értelmezni, és mondta, hogy igen, természetesen ez egy megható és egy nagyon megtisztelő dolog volt az én számomra, nem számítottam rá, nem vártam, és nagyon örülök, büszke vagyok rá, hogy a kuratórium engem méltónak talált arra, hogy abban a nagyon neves közösségbe, akik rendelkeznek ezzel a díjjal az évtizedek alatt, megkapták már ezt, oda sorolhattak engem is. Engedje meg, hogy a következő kérdést egy Bethlen Gábor jelmondattal, ami egyébként az alapítvány ülésein gyakorta elhangzik, hiszen nagyon fontos, mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk. Nagyon-nagyon fontos gondolat. És azt gondolom, hogy 1976 óta, sőt előtte is, amikor pappá szentelték, ön ennek tükrében élt, és nem csak itt Székesfehérváron, hanem az első pillanattól kezdve. A családunkban ez a gondolat természetesen volt jelen. Hát úgy nőttünk föl, hogy örömmel lapozgattuk azokat a könyveket, amelyben a történelmünk nagyjainak a képei voltak, aztán később történetek róluk. Mindig öröm volt, amikor egy-egy ünnepi alkalommal előkerültek azok a relikviák, amelyek a családunkat hozzákötik a magyar történelem bizonyos kis epizódjaihoz. Mindig kedves emlék volt és esemény volt, amikor dédapám 48-as honvédcsákóját, tiszti málszallagát elővettük, és ezeket nézegethettük, megérinthettük. És hát azok az elbeszélések, amik a családom beszélgetések közben elhangzottak, azok mind-mind erősítették bennem azt, hogy büszkének kell lenni, hogy magyarok vagyunk, és az, hogy magyarok vagyunk, az felelősséggel is jár. Ránk bízatott sok olyan érték, amelyet őriznünk kell, amelyet gondoznunk kell, amelyet felelősséget kell vállalnunk, és amelyet föl kell mutatnunk. Más magyaroknak, akik ezt talán nem ismerik, vagy nem vesznek róla tudomást, nem tartják fontosnak, vagy akár idegen embereknek is, akik más nációhoz tartoznak. Igen, a felelősség szóba kapaszkodnék, hiszen rendkívüli felelősség és méltóság kísérte papi pályáján. Ugye Erzsébet várostól indulva a Szent Erzsébet plébánián is már bizonyította, hogy ha valaki ilyen felelősséggel végzi a tevékenységét, akkor mi mindent kaphat tőle a közösség, mert ugye én azt gondolom, hogy a pályafutása is bizonyítja, hogy a legfontosabb a közösség. Közösség nélkül egy pap sem tud tevékenykedni, de úgy gondolom, hogy azokat a nagy felelősségteljes kihívásokat, amelyek így vagy úgy azért ott vannak az ember életébe, helyt kell állni, ki kell állni, tanúságot kell tenni, meg kell vallani. Ehhez mind erő kell. Nem egyszerű dolgok ezek, de az embernek magában nincsen ereje hozzá. Kell, hogy legyen valami közösség, kell, hogy legyenek az ember körül olyanok, akik megerősítenek, támogatnak,
akik bátorítanak, biztatnak, hogy jó úton jársz, ezen az úton menj tovább, menj előre, mert ez az út az, ami igaz út, ezen kell nekünk menni. Közösség nélkül az ember csak gyenge tud maradni. Megerősítést jelent önnek, hogy az idők folyamán olyan jelentőségteljes pozíciókat foglalhat el, a katolikus konferenciára gondolok, a püspöki konferencia, illetve a katolikus rádió vezetése, ami nagyon sokat tett ahhoz hozzá, hogy ebben a felgyorsult világban a katolikus szó továbbra is eljusson hozzá. Én nagyon örülök és hálás vagyok a jó Istennek, és természetesen hálás vagyok a püspöki konferencia tagjainak is, mert úgy érzem, hogy olyan feladatokat kaptam a konferencián belül, amelyek igazán testhez állóak voltak számomra. Tehát valahogyan nagyon passzoltak hozzám, akár a katolikus rádiónak a vezetése, akár a Caritasnak a vezetése, a RÉV szenvedélybeteg szolgálat, és azok a dolgok, amikben ott lehetek, a papi hivatások ébresztése, a hivatásokért való felelősségvállalás, mind-mind hozzátartozik az én mindennapi gondjaimhoz, örömeimhez is, és ezért jó volt dolgozni, és jó ott azokkal a kollégákkal, püspöktársakkal, a bizottságban tevékenykedő külsős emberekkel együtt tenni azt, amit tehetünk, amit tennünk kell, mert így úgy érzem, hogy előre lépünk és megyünk előre az úton. Fontos az ön életében a gondoskodó tisztelet, hiszen kérdezem ezt azért, hiszen a pápa látogatás kapcsán számtalan beszélgetést folytattunk, és én azt hiszem, hogy az a kiállás, amellyel a pápa látogatást kísérte folyamatosan, az ezt erősíti meg. Nagyon fontos dolog, hogy tiszteljük egymást. Kell, hogy én nekem legyen egy biztos pontom, egy magabiztos tudásom, elkötelezettségem, amit vállalok, mi mellett kiállok, de mind nagyon fontos, hogy tiszteljem a másik embert. Amikor olyan emberrel találkozom, akivel könnyű egyetérteni, akkor ez a tisztelet, ez nagyon könnyen adódik, de ez a tisztelet akkor is fontos, hogyha egy tőlem eltérő felfogású emberrel kell találkoznom, vele kell beszélgetnem kell, vele kell valamit megoldani, és az nagyon nagy öröm, amikor ez sikerül. Amikor ez nem sikerül valami miatt, akkor az kudarc, és mindenképpen azon szeretnék dolgozni, azon kell dolgoznunk, kölcsönösen kell dolgoznunk, hogy ez a tisztelet, ez hozzátartozon az életünkhöz. Ez a keresztény európai kultúrának a része, és ez nagyon fontos, hogy ezt megőrizzük, egyre erősebben próbáljuk meg magunkévá tenni. Ebben a felgyorsult világban nagyon fontos, hogy bármi itt élünk a királyi városban, hazánk kellős közepén, ahogy tetszik, és számtalanszor bizonyítottuk, hogy ez annak az elveknek, azoknak az elveknek megfelelően próbálunk tenni. Azért valljuk meg, hogy egyre nehezebb az önök dolga is. Ennek tükrében mit lehet tenni azért, hogy a hit megmaradjon, és a különböző olyan jelentős, természetesen nem hitbéli problémákat is segítse megoldani az egyház? Nehéz helyzet van ma a világban. Úgy gondolom, hogy olyan érdekes erők működnek a világban, nem is keresem most ezeknek az eredőjét, amelyek nem össze akarnak fogni, nem az összefogást erősítik, hanem a széthúzás felé visznek. Biztos évszázadokon keresztül változatlan értékek lesznek keresztül húzva és kidobásra ítélve, olyan alapvető igazságok, amelyek megkérdőjelezhetetlenek voltak, és szerintem ma is megkérdőjelezhetetlenek, megkérdőjelezés alá kerülnek. És ebben a bizonytalan világban az egyháznak nem könnyű kiállni, és a maga 2000 éves kinyilatkoztatott igazságát hirdetni, pedig ez az igazság, ez az, amit az emberről lehet igazán tudni. 2000 éves tapasztalat mondatja ezt az egyházzal, és sok ezer éves kinyilatkoztatás. És ez nagyon fontos, hogy legyen bennünk meg az a bátorság, hogy kiállunk, és elmondjuk azt, amit nekünk el kell mondani, hogy legyen erőnk ahhoz, hogy egyértelműen és világosan beszéljünk. Ez egy nagyon fontos dolog, ha olykor nehéz is, de ezzel lehet előre vinni, azt hiszem, azt a ügyet, ami
most eldől, hogy erre vagy arra fele megyünk, hogy összefogunk, és esetleg békében, meg szeretetben, meg nyugalomban tudunk élni, tudjuk élni azt, amiről azt mondjuk, hogy európai kultúra világa, vagy pedig minden szana szétzúzódik, minden összekeveredik, mint egy kaleidoszkópba, és elvész esetleg minden értékünk. A hit egy ilyen alapvető érték. Én nem azt mondom, hogy minden embernek most el kell menni, és meg el kell végezni a szentgyónását, vagy vasárnapot kell legyen az első padba, a templomba. Persze ott kéne lenni a hitem szerint, de az ő hite talán más. De ezeket az értékeket, a keresztény kultúrának az értékeit, a magyar keresztény kultúrának az értékeit is őriznünk kell, tisztelnünk kell. És nagyon fontos, hogy ezért tudjunk tenni egyházon belül és egyházon kívül is. A Bethlen Gábor díj is ezt jelzi mindenképpen, ráadásul ebben az esztendőben november 4-én vehette át ön is a Nemzeti Gyásznapon. Azt hiszem, hogy egy rövid gondolatsort mindenképpen megérdemelnek azok az 56-os hősök, akik ideje korán egy kommunista világ kellős közepén tettek hitet Isten, haza, család mellett. Azok a 56-os hősök, akire november 4-én is emlékeztünk, és ezekben a napokban sokszorosan emlékezünk, valóban hősök voltak. Valóban olyan eszmék mellett álltak ki, olyan értéket képviseltek, amik mélyen hozzám is tartoznak, és azt remélem, hogy minden becsületes magyar ember lelkéhez hozzátartoznak. Hősök voltak, akik tudták, hogy az értékrendben nem az én jólétem a legfelső érték, hanem valamiért felelős vagyok, amiért akár áldozatot is kell hoznom, és talán az életet is föl kell áldozni. Az életben vannak ilyen pillanatok, amikor akár az életet is oda kell tudni adni. Amikor rájuk emlékezünk, és őket idézzük magunk elé, és elcsöndesedünk, fejet hajtunk, gyertyát gyújtunk, koszorúkat helyezünk el, akkor azt hiszem, hogy legalább annyira fontos, hogy próbáljunk meg tőlük tanulni. Nem elég megünnepelni őket, nem elég rájuk emlékezni, hanem tanulni kell a hazaszeretetet, a bátorságot, a kiállást. Azt az emberi magatartást kell megtanulnunk tőle, amely jellemezte Mansfeld Pétert, amely jellemezte Tóth Ilonkát és a többieket, időseket és fiatalokat, akik mertek hősök lenni, Wittner Máriát, akik a síralomházban hosszú-hosszú időt töltöttek el, és akikkel eljátszották a kivégzésüket, és megállták a helyüket emberül. Ezekért azt gondolom, hogy az emlékezés mellett a példájuknak a követése, ha lehet ezt követni, a serkentése, a jóra, hogy nekünk is valami, ha kell, akkor ebben is helyt kell állnunk, ez is a mi dolgunk lesz. Én bízom benne, hogy ezek az ünnepek, hogyha jól tudjuk ezt tenni, és ez a pedagógusok dolga, a családoknak a dolga, hogy otthon erről hogyan beszélgetnek, mit adnak át a gyerekeknek, milyen millióbe, milyen hangulatba próbálnak a gyerekeknek tudást átadni, és ami még ennél is több, életet átadni, hiszen az élet az bennünk van, mert megszülettünk, de milyen lesz az az élet? Milyen értékeket hordozunk? Mit fogunk kibírni ebben az életben, hogyha egyszer ki kell bírnunk? Honnan lesz hozzá erőnk? Ez mind-mind valami többlet dolog, amelyet ilyen módon tudunk, azt hiszem, a közösségben, családi közösség, iskolai közösség, egyházi közösség, baráti közösség, ilyen közösségben tudunk megkapni. Én nagyon bízom benne, hogy megszületik ez az erő a mai fiatalokban, megszületik ez az erő a mai nemzedékben, és egyáltalán Európában is rádöbbenünk bennünk arra, hogy mi az élet útja, és mi a pusztulás útja, és tudunk leszerünk az élet útját választani. Köszöntjük Székesfehérváron. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos pillanat önnek is, hiszen püspök atyához érkezett, fontos az iszkaszentgyörgyiek számára, és fontos mindenkinek, aki tiszteli azt az emléket, amelyet önök meghonosítottak Iszkaszentgyörgyön. Gondolok itt elsősorban önre, a családjára, a Pappenheimek. Szerintem az egy olyan jelszó itt Fehérvár megyében, amit mindenki örül, hogy kimondhat. Egy kicsit beszélgessünk arról, hogy amikor megérkezett annak idején
Iszka Szent Györgyre. Hogy alakult az élete? Mikor én először jöttem vissza? Igen. Én így születtem. Igen, tehát amikor megszületett, miként emlékezik arra az időszakra? Hát arra, az első emlékek persze Iszka Szent György volt, ott Budapesten születtem, aztán Pesten állítólag, hát arra nem emlékszem, voltam egy ideig, pár hét, és akkor úgy jöttem, mama mindig mondta, vonattal és lovaskocsival jöttek az állomásra, értem, akkor még lovaskocsival járt az ember, és úgy érkeztem Iszka Szent Györgyre, és ott éltünk félig Iszka Szent Györgyre, és nagyon sokszor bujákon. Ahova én most holnap után megyek, és szintén. 1924-et írtunk, amikor a szülei összeházasodtak, és ugye megszületett ön. Milyen élet volt Iszka Szent Györgyön? Hát egy nagyon zárkozott élet volt, mert hát először is az első világháború következményei pénz nagyon kevés. Rosszul ment a mezőgazdaság, az árak rosszak voltak, akkor volt egy olyan törvény, ami hát egy kicsit őrülten hangzik, muszáj, nem volt szabad gazdasági gépeket használni, emberekkel kellett kaszálni és mindent csinálni, ami megdrágította az egész dolgot, és rosszul lehetett eladni a búzát, a nagyszerű magyar búzát. Úgyhogy nagyon kevés pénz volt, és aztán volt persze egy családi komplikáció, mert én nagyanyám testvére volt, Károly Mihály, és tudjuk az ő politikai karrierjét, nem volt az szembe, de hát ő sok hibát kivetett, és a társaság mondjuk elzárkózott a Pappenheim és a Károlyoknak ember ágától. Úgyhogy nem volt nagy vendégkedés, és mindenki külföldi rokonok szoktak jönni, aztán írók, festők, ilyenek, de nem sok, nagyon-nagyon. Magunkhoz éltünk. Kulcs év volt 1944, amikor el kellett hagyniuk Magyarországot. 44. október 16-án, azt hiszem. Hiszen már a második világháború kellős közepén voltunk, amikor önök, ha úgy tetszik, hazaköltöztek Bajorországba. Igen, igen, hát kellős közepe, igen, hogy ne. És hát akkor apám, édesapám német tiszt volt, és hát még autóval mentünk egész kényelmesen, aztán útközben lövöldöztek föntől az angolok az utakra, de nem történt semmi bajunk, megérkeztünk Bécsbe, voltunk pár napig Bécsbe, és úgy aztán Bajorországba, ahol anyám húga, Schönborné, akkor az özvegy, az ő férje, az nácik szerint megölték őt a bolgárok, persze tudják, hogy ez egy náci makináció volt, mert ő nem volt náci, és bizonyos módon akart már, mivel diplomata sorba volt akkor, fölvenni a kontaktust az angolokkal. Bulgáriában volt katonai atasé, igen, és hát erre rájöttek a nácik, és fölrobbant a gépe, a kis gépe, ő pilóta volt, és hát ráfogták, hogy a bulgár kommunisták voltak, pedig nem úgy volt. Nagyon fontos pillanat lehetett az életében Milánóban, hiszen... Hát Milánó aztán sokkal később történt, és mégpedig Milánó követte Firenzét, mert ott kezdett az én olasz karrierem, Firenzébe kezdődött, és a gyerekek mellett találtam állást, nagyon kedves, egy nagyon elég neves
családba, a Guffódik Alábögé, azoknak a gyerekei őriztem, aztán egy másik, szintén aranyos olasz családnál, Corsini, ugye azok is nagy emberek, Firenzében ott voltam, és aztán találtam, öffen ezek mondták, hát édes fiam, maradhatsz nálunk, hogy meg nem halsz, de hát ez nem egy karrier, neked valamit kell csinálni, ami kicsit tovább visz. És találtunk, hogy keresnek Milánóba egy üzlet úrosztát, keres valakit, aki sok nyelven beszél, és kész. Hát más ki nem volt más lehetőségem, mert én nem tanultam semmit, nem értem rá nagyon engemet kitanítani valamire. Minden esetre, hát akkor mondtam, hát ezt el kell, hogy fogadjam, mert anyám szegény nagy rossz sorsba élt Németországba. Az is mentem Oroszországba, hogy keresse pénzt. És hát elmentem Milánóba, nem ismertem senkit Milánóba. Jövendőbeli sefemet se ismertem, nagyon begyulladva. Hát fogadtak, és beszélni kellett németül, olaszul, franciául, angolul. És amellett ebédelni, nagyon nehéz volt. És akkor nem történt sokáig semmi, és gondoltam, na hát ez nem sikerült. De aztán egyszer csak jött egy levél, magája az állás, tessék jönni. És ez volt 1948-ban, azt hiszem, 49-ben, olyan valamikor. Tehát önre talált a boldogság. És az nagyon jó volt, mert ott nagyon, hát vele is tanultam, mert tudtam, hát éppen gépírni egy kicsit, nagyon érdekes is volt. És Milánó, hát egy nagy szív, mert milánóziak, kicsit nem olyan mulatságosak, mint a nápolyok, vagy a firenzeiek, de aztán, ha megszeretik az embert, akkor nagyon jók. Ugye beszélt róla, hogy nagyon sok nyelven ért és beszél. A magyart hogy őrizte meg, hiszen nagyon is jól tudjuk, jó, hogy... Rosszul is beszélnek, ugye? Hogy évtizedek, gyönyörűségesen beszél, évtizedek teltek el. Voltak Olaszországban magyar barátai? Hogyne, mindjárt. Az valahogy mindig sikerült magyar barátokat, aztán Rómában is éltem, ott is magyar barátok. Magyarok mindenhol vannak, most szegény magyarok, hát mindenhol. Ide menekültek, oda menekültek. Az Iszka-Szentgyörgyi emlékeket azért nem felejtette el nyilván, hisz mikor gondolta úgy, hogy igenis itt a helye, hogy megnézze a csodálatos Pappenheim kastélyt? Hát kicsit féltem, nem is, az először Bujákra mentem, bár Buják el lett adva, ugye annak idején, de Bujákon megmaradt a kontaktus a Bujáké, akkor mindig. Szentgyörgyiekkel nem, elmentünk, és nem tudtuk, hogy. Hát akkor voltak ugye bányászoknak csináltak lakásokat a kastélyba, hát azok minket nem is ismertek. Mondták, hát jaj, kidobták az összes bútort az ablakokból, és nem tudom, micsoda, hát hogy oda menni nem lehet. Összeakadtam Károly unokatestvéremmel, Györgyet, és egy idő valahogy Pesten, mert én azért jártam, ahogy lehetett Magyarországon. És akkor mondom, hát miért nem is Szentgyörgye? Mondom, hát mit csináljuk ott, nem is ismernek már, és akarnak látni. Ez nem igaz, és önök, de és hónap után van valami ünnepség, és gyere el. Hát én úgy be voltam gyurkadva, felhívtam a bújáki polgármestert, falót szembe, hatalmas nagy szegély, most hallok, most megyek oda, ezt még látni, holnap után, és eljövök én, elmentünk, és ott a kastély előtt volt rengeteg ember, és ott volt György is, Károly, és jön egy úr, gyönyörű virágcsokorral felém,
És én mondom, hát köszönöm, de... És az ki volt, akik vagyonkezelő, hogy hívják azt a dolgot, a kastélyokat, az állam által kezeli. Hát annak a leküldöttje, aki akkor volt már a kastély, az hozott nekem virágot. Mondom, ez Magyarország. Ez csak itt lehet egy ilyen dolgot. És akkor az volt először, és akkor aztán mindig jöttem, mindig többen. Buják aztán, ne a bujákiak akartak ilyen falu szövetségbe lépni magyar valamivel, és akkor én mondtam, hát buják, miért ne? Nézzétek meg, nem mondom, hogy ezt nektek csinálni kell, de lehetőség. Mindjárt olaszok, bujákiak nagy szem megértették egymást, és azóta vannak tényleg abban, hogy hívják az, na, vannak egy nevek ennek a szövetségnek, mikor magyar faluk összeállnak külföldi falu, testvérfaluság, vagy, igen, hogy, igen, ugye? Igen. Valami neve van annak, tudja, én mindent elfelejtek, ugye? Mosolyog a szeme, és azt hiszem, ennél fontosabb nincsen. Én minden székesfehérvári és Iszka-Szentgyörgyi nevében köszönöm szépen, hogy megtisztelt bennünket, és örömmel látjuk itthon. Hát hisz, nagyon és köszönöm, benne, én vagyok megtisztelve. Egy ígéretet kaphatok, hogy a 100. születésnapján találkozhatunk? Nem tudom. Nem is tudom, hogy magának kívánjam, és magamnak is, mert ez jó lesz majd a más világban.